Az elmúlt év végén a kormányzat által biztosított 300 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból több nagyszabású fejlesztés és felújítás végrehajtását irányozta elő a város képviselőtestülete. A nyár közepére az első nagyobb tétel, az örökmozgó park kialakítása már be is fejeződött, most pedig a hétszínvilág óvoda bővítése van folyamatban, erre 90 millió forint áll rendelkezésre. Azért vált ez szükségessé, mert ugye most jövő évtől kezdve, vagy ettől a tanévtől kezdve a 3 éves kor már az óvodáztatási alsó korhatár. A 90 milliónak a nagy részét az önkormányzat abból a forrásból állja, amit a múlt év végén kaptunk. 3 új szoba alakul ki a gyermekek számára. Tornaszoba, fejlesztő szoba is készül. Dolgozóknak lesz egy nagyobb helyiség, ahol átöltözhetnek egy ilyen kis közösségi tér. Azért 3 csoport épül, bár nem lesz 3 csoporttal több gyermek itt Ercsiben, mert szerettük volna az idegenesen kialakított 2 óvodai csoportot, ami az iskolában működött, ezt is felszabadítani az iskola számára, és elhelyezni őket olyan környezetben, ami már nem idegenes, hanem teljesen megfelel mindenféle elvárásnak és követelménynek. Ki a kivitelező, ki nyerte a közbeszerzési pályázatot? Nagyon örülünk annak, hogy Ercsi vállalkozó nyerte a közbeszerzést, a Tremen Kft., és azt tudom mondani, hogy nagyon szépen folynak a munkálatok. Most az alapozási munkák befejező részét készítjük, a teherhordó vasalt ajzat alatti ágyazatot, és holnap úgy néz ki, hogy betonozzuk is a vasalt ajzatot. A tervek szerint modern technológiákat is felhasználnak itt a felújításnál, átépítésnél. Mik ezek konkrétan? Ezek elsősorban energetikai anyagok, egy nagyon komoly hőszigetelő rendszer készül az épületen, nem csak homlokzaton, hanem födémekben, ágyazatok, alapok, tehát a padló alatti rétegrendel, és ezáltal gyakorlatilag kevés energiával lehet majd ezt a szárnyat működtetni. Arra vonatkozólag van-e valamiféle adatunk, hogy hány embernek biztosít ez munkát közvetve, illetve közvetlen módon? Én amit most látok, az úgy látom, hogy Ercsi vállalkozókat gyakorlatilag magunk köré csoportosítottuk, és egy ilyen 35-40 helyi dolgozó fog itt dolgozni, és 2 olyan külcég lesz, aki nem Ercsi, de azok speciális munkákat fognak végezni, elsősorban a lapostetőszigetelést, a többi szinte mind Ercsi. Meglehetősen szoros a határidő, sikerül-e majd esetleg ezt tartani? A feladatot 5 hónapra vállaltuk, nekünk a november utolsó hete lesz a teljes átadás, ezt mindenféleképpen tartani fogjuk, és van egy közbenső határidő, az, hogy az óvoda létszáma, illetve működése a régi szányba a szeptember 1-jével újra tud indulni. Azt is tudjuk tartani. A tervek szerint a 300 millió forintos tételből jut forrás a tűzoltótorony felújítására, valamint több útszakasz teljes vagy részleges felújítására is. Időközben egyéb pályázati lehetőséghez, pontosabban egy 150 millió forintos forráshoz is hozzájutott a város, amelyből szintén régen húzódó felújítások válnak lehetségessé. Egy úgynevezett beragadt keopos forrást sikerült elnyernünk, 150 millió forint, és ennek a legbölcsebb felhasználásáról próbáltunk tárgyalásokat folytatni a minisztériummal, és úgy néz ki, hogy zöld utat kapott az a terv, hogy ezt a 150 millió forintot teljes egészében az iskolára és az iskolának a különböző épületeire költsük, mégpedig homlokzatszigetelésre, födémszigetelésre, nyílászárók cseréjére lehet költeni. Tehát azt jelenti, hogy a régi szárny, az új szárny, a sportcsarnok és még a most tankonyhaként működő kis különálló épület, ezek mind meg fognak újulni. A reménységünk az, hogy ezzel végre meg tudjuk oldani a sportcsarnok tetejének is a cseréjét, úgyhogy beáldásoktól akkor hosszú távon nem kell tartanunk. Lesz vele kellemetlenség, igazgatónak már jeleztük is ezt, hogy erre készüljön föl. Ez megint egy olyan kellemetlenség, amit úgy gondolom, hogy érdemes felvállalni.